2022-ben a szénmonoxid mérgezéses esetek 78%-ában volt szénmonoxid érzékelő, amely azt is eredményezte, hogy nem történt két éve halálos kimenetelű tragédia. Ehhez képest 2023-ban Fejérben romlott a statisztika a halálos kimenetelű szénmonoxid mérgezéses eseteknél, mondta el Szabó Bisztrica Anett, a Fejér vármegyei katasztrófa védelem szóvivője. Sajnos tavaly történt egy tragikus halálos kimenetelű szénmonoxid mérgezés Nádasladányba. Ez a statisztikai adat romlott, hiszen az előző esztendőben, 2022-ben nem történt halálos kimenetelű szénmonoxid mérgezés a vármegyében. Ezekből az adatokból is látszik, hogy milyen fontos a szénmonoxid érzékelő a háztartásokban, mert életeket is menthet. A megfelelő eszközökről listát is készített az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság, melyet a képernyőn látható weboldalon találhatnak. A füstérzékelők beszereltségének aránya sajnos közel sem olyan jó, mint a szénmonoxid érzékelőjé, tette hozzá a szóvivő. Tavaly a 268 kigyulladt otthon esetében csak egynél volt füstérzékelő, ez is az épület beépített tűzjelzés, tűzérzékelő berendezésének részeként működött, automatikus átjelzést adott a tűzoltóságra. Ennél az esetnél egyébként egy tűzhelyen felejtett étel okozott kisebb tüzet, de mivel volt füstérzékelő, így a hangra nem csak a lakók figyeltek oda, hanem időben meg is érkezett a segítség. A füstérzékelők fontossága fokozottan igaz a társasházak, panellakások esetében, hiszen ott fennáll annak a veszélye, hogy a tűz tovább terjed a többi lakásra is.